Sziasztok, én Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos napot szeretnék kívánni. A most következő videónkban pedig egy tanulságos kisfilmet hoztam el nektek, méghozzá a Darman nevezetű csatornáról, és ennek a rövid filmünknek az a címe, hogy a tanár felmondott a diák miatt, és ami ezek után történt, az egyszerűen sokkoló. De mégis mit művelhetett ez a diák, ami miatt ez történt? Tudta, hogy valami nagyon durva dolgot, de értitek, szegény tanároknak megvan alapból is a sok bajuk, és ezen felül még szivatni is kell őket. Egyébként, hogyha nektek van bármiféle csíntevésetek, amelyet tanárokkal tettetek, akkor mindenféleképpen jöhet a komment szekcióba, ugyanis baromira kíváncsi vagyok rá. Nálam nem sok, talán még általánosban pár darab, de ilyenek, hogy beragasztózott kilincs április 1-én, és még mielőtt belekezdenénk, belájkoltad már ezt a videót? Hogyha nem, akkor mindenféleképpen tedd meg, és legyen meg a 6 like, én hiszek bennetek, meg tudjuk csinálni, és hogyha már mindenki megtette, akkor szerintem bele is kezdhetünk. Ú, de pörgetik is a kidobót! Hát mindjárt meg is jön a kedvem, és én is kidobósoznék egyet. Még mindig többen vagyunk mi. Micsoda rivalizálás megy itt. És olyan szabályokkal játszanak, hogyha megpróbálsz kidobni valakit, de nem sikerül, mivel elkapja a labdát, akkor te kiesel? Hát mi régen sohasem így játszottuk, és nekem ez teljesen új. Ki ez az idős fószer? Mondja, hogy gyerekkorában a kedvence volt a kidobó, szóval beállhatok? Hű, de kellemetlen volt ez. És az edző be is állította a piros csapatba. Lehetséges, hogy öreg vagyok, de még mindig itt van az erő. Micsoda kis kung fu mozdulatokat nyomat itt. Hogy meg van rémülve a kisrác? Mi a baj, Elliot? De honnan tudja a nevét? Ja, hogy ő a kémia tanár. Baromira forma az öreg amúgy. Én csak nem akarlak téged bántani. Hát mutasd, mit tudsz akkor, kisrác. Hoppá, hoppá! Jött is a kémia tanár, és kidobta őt, erről van szó. Hát nem kéne panaszkodni a meccs kellős közepén, ugyanis akkor nem dobnának ki. Kiestél! Utállak! Ő csak szeretné jól érezni magát. Hát akkor menjen és bingozzon úgy, ahogy a többi öreg ember. De miért kell vele ennyire bunkónak lenned? Csak újra eleveníti a gyerekkorát. Inkább örülnétek neki, hogy játszik veletek. Meg ez nem csak erről szól, ugyanis megbuktatott engem kémiából. Aha, akkor ezért nem bírja a tanárt. Hát de mi lett volna akkor, hogyha mondjuk tanulsz és nem buksz meg? Már nem azért. Hát csak nem. Olyan nehéz teszteket írat. Aha, mondja is az osztálytársa, hogy akkor bizony, hogyha segítséget kértél volna, tudja, hogy nem buksz meg. Mégis miért nem ment még nyugdíjba, és miért nem egy öregek otthonában van? Annyira, de annyira gonosz ez a srác. A sok frusztrációját miért egy tanáron vezeti le? És ő miatta fog majd nyugdíjba menni? Nem már! Hát de már rég kiestél! Ne gonoszkodj már! Nagyon, de nagyon nem vicces ez. És nézzétek meg, hogy ennek ellenére mennyire jól kezeli a tanár úr. Közben pedig nagyon, de nagyon rossz helyen dobhatta meg. Biztos vagy benne, hogy jól vagy? Persze! Hát meg sem érzem. Szegény! Majd máskor jövök, újra beállok és bosszút fogok állni. Erről van szó. Őt egyébként
hogyha az én tanárom lenne, tuti, hogy nagyon, de nagyon bírnám. Micsoda kis pranket csinált, és kivette a távirányítóból az elemeket, de ez neki mégis miért jó? Lehetséges, hogy majd fognak keresni újakat, és ezáltal jobban el fog húzódni az óra, és kevesebbet fognak tanulni, illetve a telefonjával rácsatlakozott a tévére. Mire készül? Most osztja ki a kiavított dolgozatokat, ami biztos vagyok benne, hogy az emberünknek borzalmasan sikerült. Most ezt vajon gúnyosan kérdezte meg, hogy hogy van a háta? Hát de csak nem, legyél már tisztelettudó a tanároddal. És nézzétek meg, nem adott neki egyest, hanem megkapta a kegyelem kettesét. És mondja, hogy direkt szándékosan felhúzta a dolgozatát, ugyanis nem akart neki egyest adni. Hát mennyire jó fej már ez a tanár, de a gyerek pedig elégedetlenkedik, hogy miért csak kettes, ugyanis az édesanyja meg fogja ezért ölni. Biztos vagyok benne, hogy segíteni a jegyeiden, hogyha esetleg ebédszünetben jönnél tanulni velem, vagy pedig elölülnél és jobban tudnál figyelni. Azt hiszi, hogy én egy kocka vagyok, vagy valami, nem fogok elölülni. Én azt mondom neked, hogyha többet beleadsz ebbe az egészbe, akkor bizony jobb jegyeid lesznek. Látszik a tanáron, hogy tiszta szívéből csinálja ezt a hivatást. Annyira jó ezt látni, de közben a gyerek egyszerűen nem bírja felfogni agyilag, hogy a tanár csak jót akar neki. Kevés ilyen elhivatott, rendes tanár van. Meg kell őket becsülni. De ő egyáltalán nem ezt teszi. Most is hozott egy filmet a gyerekeknek, és egyből ismételten ő beszól a tanárjának, hogy baromira öreg. Miért kell bunkózni? De mennyire jól kezeli? Hát szerintem én még azoknál is öregebb vagyok sokkal közben. Nagyon, de nagyon nem. Na, mennyire büszke magára, hogy bizony rá van csatlakozva a tévére, és hogy full mást fog majd levetíteni. És nézzétek meg, hogy hogy fogja a hátát. Biztos vagyok benne, hogy ez még a kidobós miatt van. De nem már. Miért? Ne! Hát de ki tudja, hogy milyen baja lesz ennek a tanárnak. Hát nehogy a végén a mentők vigyék majd el. De értitek, miért a rendes embereket kell szivatni? Akkor ennyire szivatni szeretnél valakit, a leggonoszabb, legkegyetlenebb tanárt szivasd már. Vagy inkább mondok jobbat, ne prenkeljél senkit, ugyanis nagyon, de nagyon nem szép dolog. Remélem, hogy jól van a tanárunk, ugyanis úgy tűnt, minthogyha nagyon, de nagyon megsérült volna. Nyugodjatok már meg arcok, ez az egész a terv része volt. Hogy lehetsz ennyire szívtelen és kegyetlen? Meg kellett ezt tennem. Hogyha nem mond fel magától, akkor bizony rásegítek, és ott van a ketchup meg. Jól látom, hogy egér csapdák. De ne csináld már, srác. Full jó fej volt veled, pedig azóta fáj a háta, amiért megdobtad. Egyes se adott neked, meg tegnap is mit műveltél vele. Inkább becsüljük meg, hogy ő a mi tanárunk. Ugyanis baromira jó fej, mégis mi tart neki ilyen sokáig, és miért késik az óráról a tanár? Lehetséges, hogy hamarabb vált be a prankem, mint ahogy kellett volna, és bejön az igazgató. Most valami rossz hírt fog talán közölni? Mi van akkor, hogyha tanárjuk kórházba került? Good morning, class. Jó reggelt, osztály! Regarding your teacher, Mr. Jasper. Rossz híreim vannak a kémia tanárról. Mégis mi? Quit, did he? Oh, I
Nem már, csak nem felmondott. Az annyira szomorú lenne, és olyan ironikusan mondta ezt, mivel belül reménykedik benne, hogy már bevált a terve, és hogy nem fogja őket többet tanítani, de ezután... Biztos, hogy egy rosszabb tanárt kapnak, hogyha felmondott volna. Hát akkor ezek szerint nincsen tanárunk. De gondolom, hogy az egészségével lehetnek problémák. Hát elesett tegnap, meg a háta is már mióta fáj neki. De miért okoskodsz te folyamatosan? Miért nem tudsz egyszerűen csendbe maradni? Hogyha minden órán filmet néznénk, akkor bizony. Tudja, hogy meglennénk, szép próbálkozás, de nem. És akkor itt is van az új tanárjuk, aki biztos vagyok benne, hogy sokkal, de sokkal rosszabb lesz. Mint az előző tanár. A katonaságban szolgált eddig, vagy vele mégis mi van? De azt mondta az igazgató, hogy ő csak ilyen ideglenes beugró tanár. Ez miatt szerintem realizálni fogja a srác, hogy mennyire nagy kincs volt az előző kémia tanárja, és hogy nagyon, de nagyon nem kéne őt elkergetni. Hát csak meg fogja bánni a tetteit. És most komolyan úgy hívják az új tanárt, hogy Mr. Mosolygós. Hát ő minden, csak nem mosolygós. Úgy látom, hogy tanárhiány van nagyon is. Hallottam, mit mondtál? Rajtad vannak a szemeim, fiam? Ne aggódjon, jó kezekben lesznek a diákok, ugyanis a szolgálatban én tanultam kémiát. Nagyon, de nagyon figyeljetek, ugyanis nem fogom megismételni önmagamat. Nincs rágózás, nincsen ortúrás, nincsen semmi, csak szigor van itt, meg tanulás. Érthető voltam? Igen, uram, igen, uram. Így mi lesz itt? Hát akkor remek. Utálom a kígyókat. Kellett neked elüldöznöd az előző tanárt, de remélhetőleg hamarosan felépül, és bizony vissza fog térni. Utálom a kígyókat! Hát a szolgálatban is kígyókat öltő. Na nála biztos vagyok benne, hogy nem fogsz kegyelem kettest kapni. Ne csináljátok! Éppen bele is kezdene a tanításba az emberünk, de hát a prank be van készítve. Hát élve megnyúzza mindjárt a gyereket. Ezt te csináltad? Nem, nem, nem én. És hogy néz ki? Utálom azokat, akik hazudnak. Ilyen embereket szoktam menni reggelire. Te csináltad? Igen, én csináltam, de nem neked szántam. Földre! Most! 100 fekvő támas! Ez mindenkinek egy leszke lesz, aki azt hiszi, hogy felül tud kerekedni rajtam. Az a baj, hogy konkrétan a megbánásnak semmi jelét nem lehet látni a srácon. Na de mégis, hova tűntek a labdák a tornateremből? Tuti, hogy meg lesz ennek is a nyomósoka. Változtak a tervek, ugyanis nem kidobósozunk többet, mivel találkoztam valakivel a tanári ebédlőben, aki bizony egy sokkal, de sokkal jobb ötletet adott nekem. Na mégis ki lehetett ez a személy, csak nem a volt katona, azaz az új kémia tanárjuk. Ne! Tolja is nekik egyből, hogy 10 kör futással kezdünk. Te nem vagy az én tornatanárom. Nem mondhatod meg, hogy mit csináljak. Csak nem azt szeretnéd, hogy mindenki 25 kört fusson. Nézd a tornatanárjukra, hogy most komolyan?
Csináljátok, vagy pedig 50 lesz belőle. Nem már, konkrétan mindenben megszívják azt, hogy új tanárjuk van. Értitek? Az előző tanár full jó fej volt, beállt velük kidobósozni, még akkor is, hogyha nem volt a legjobb fizikumban. Na de ez a tanár pedig csak szivatja őket, és szinte katonákat akar nevelni belőlük. Ezt az embert nem kéne gyerekek közelébe engedni, ugyanis nem úgy bánik velük, mint hogyha gyerekek lennének. És tolja a katonai dalokat meg minden. Zseniális. Srácok, kitaláltam. Na mégis mit találtál ki megint, amikor konkrétan már mindent elszúrtál, amit csak lehetett volna? Sőt, ki tudja, hogy milyen egészségügyi kárt okoztál az előző tanárodban. Mégis mi a terved? Emlékeztek, hogy mennyire fél az új tanárunk a kígyóktól? Aha, szóval... szerzett egy kígyót, és bizony a könyvébe fogja becsempészni, és abban reménykedik, hogy ennek hatására fel fog mondani. Hát figyelj, haver, nem hinném, hogy ez a tag egy sima műanyag kígyó miatt fel fog mondani. Szerintem több valódi kígyót már meg is evett. Nem hisztek nekem? Működni fog ez a terv. After reviewing your test scores, I'm highly disappointed in some of you. Nagyon sokukban csalódott, hogy nem készültek a dolgozatra. Na ő már nem szórakozik, és a gyereknek egyest adott. Az előző tanárnak egyszerűen nem volt hozzá szíve. Beszéltek magával, kérem. Van 30 másodperced. Egyszerűen nem kaphatok egyest, anya meg fog engem ölni. Na most már nem akkora az arcod. El fogja venni a PlayStation-ömet, pedig csak most kaptam vissza a tablettet. Szóval... nem tudná esetleg felkerekíteni ezt az egyest egy kettesre? Hát persze, hogy nem. Tudna akkor velem tanulni ebédidőben? Mégis miért pazarolnám az időmet veled? Hát bőven eleget vagyunk együtt órán is, nemhogy még az ebéd szünetemben is veled legyek. Most már szerintem teljesen leesett neki, hogy mennyire megfogták az Isten lábát az előző tanárjukkal, ő pedig mégis elzavarta. Hogyha egyest kapsz, akkor bizony elől van a helyed és elől fogsz ülni. Nem, kérem! Menjél csak! Most konkrétan az egész ültetési rend a jegyek szerint lesz. Értitek? Az előző tanárjának hogy arcoskodott, hogy jaj, nem fog elülni, csak a bénák ülnek elől. Na itt ő már nem mer, ugyanis vagy szigor van. Aha! Nem gondoltam volna, hogy kajakra ennyire meg fog ijedni attól a kígyótól. Látjátok? Bármekkora is valaki, meg bármennyire is keménynek tűnik, mindenkinek vannak gyenge pontjai, és egyből levágta a tanár úr, hogy bizony a problémás gyerek csinálta ezt, csak nehogy ráborítsd az asztalt. Azt hiszed, hogy ezt így megúszod? Majd iskola után találkozunk és el fogunk beszélgetni. Mondom én, hogy ez az ember közveszélyes és egyszerűen nem való tanárnak, de szerencsére az igazgató pont ilyenkor jött be és látta ezt a kirohanását. Na, visszatér a régi tanárjuk? Jó híreim vannak, ugyanis... he recovered sooner
hamarabb felépült a tanárotok, mint ahogy gondoltuk, szóval itt is van újra. Szerintem ennyire még sohasem örültek neki. Ő neki meg kell fizetnie. Beszélhetek az édesanyjával, hogyha gondolja, magának pedig nagyon, de nagyon köszönjük, hogy tanította a diákokat. Milyen agresszív állat volt ez a csávó. Ők pedig a végén baromi jól fognak kijönni. Az ennek a videónak szerintem a tanulsága, hogy egyszerűen észre sem vesszük rengeteg esetben, meg nem realizáljuk, hogy milyen jó dolgunk van, mindaddig, ameddig el nem veszik tőlünk. Na de hogyha elveszik, akkor bizony feltűnik. Ezért is kell egyébként mindig mindenért hálásnak lennünk, és néha ilyen kis szünetet hagynunk magunknak, és körbenézni körülöttünk, hogy bizony mennyi minden miatt boldognak kell lennünk. Egyáltalán nem erre számítottam, azt hittem, hogy te boldog leszel, hogyha már nem leszek én a tanárod. Hát, ez teljesen megváltozott. Nem tudom, hogy ki ez az új diák, akivel most beszélek, de őt sokkal, de sokkal jobban kedvelem. És tuti, hogy ebéd... Szünetben majd együtt fognak tanulni meg minden, és össze fognak spanolni. Visszaülhetünk a helyünkre? Hát persze! Látszik ezen a tanáron, hogy tiszta szívből tanít, és tiszta szívből szereti a gyerekeket. Ajánlotta, hogy ebéd időben tanulna velem, van-e még erre lehetőségem? Természetesen van, és örömmel segítek, és örömmel tanulok veled. Erről van szó, és nézzétek meg! Ő bizony nem ült hátra-vissza, hanem maradt elő, ugyanis azt tanácsolta még a legelején neki, hogy bizony előről jobban fog tudni figyelni. El is telt egy hónap, biztos vagyok benne, hogy már javultak a jegyei, és pörög is az ötös. Ötös lett a kémia doga. Biztos vagy benne, hogy nem csaltál? Nem, ugyanis ebédszünetekben tanultam a tanárúrral. És egyébként még jól is éreztem magamat. Szóval ez azt jelenti, hogy visszakapom a tabletemet meg a PS5-ömet? Na? Mondhatnám azt, hogy igen. De az igazgató mesélt a prankedről, amelyet az előző tanárral műveltél. Először is nagyon, de nagyon sajnálom. Értitek, már azt hittük volna, hogy minden jól alakul, erre pedig visszaköszönt. A múlt hiába lett ötös a dolgozata. De legalább ebből az egészből is tanul. Hát, ezt hívják karmának, ráadásul még az egész osztály előtt is meg lesz szégyenítve, ezért is kell szépen bánni másokkal, ugyanis a rossz cselekedeteid egy idő után úgyis ki fognak derülni, meg vissza fognak ütni rád. Én rettentően élveztem ezt a kisfilmet, remélem, hogy nektek is bejött, hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok erre a videóra egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt, mindenféleképpen iratkozzatok fel oda is, ugyanis pörgetjük ezerrel a gémeket. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan egy újabb videómban. Addig is, szevasztok!